köszöntöm az olvasókat. Már beszámoltunk korábban arról, hogy az U26-ban lehet ebédelni is, nem csak a D20-os előfizetőknek, úgyhogy mivel a környéken jártam, ezért elugrottam, hogy kipróbáljam, milyen is itt a kaja. Bisztronómia fakultáció a jelmondata az U26 éttermének. Megkérdezzük, hogy ez mit jelent, benézünk egy kicsit a konyhába, és természetesen megesszük majd az ételeket, amiket választunk az étlapról. Az U26-ban hetente változik a menü. Jelenleg 4 féle első, 5 féle második és 3 féle harmadik fogásból lehet választani. A D20-osoknak ez a 3 fogásos menü 1190 forintba kerül, meg másnak 1490, és menüt déltől 3-ig lehet tenni. Ami érdekesség, hogy az étlap hátulján föl vannak írva mindenféle érdekes és hasznos információk arról, hogy mik is vannak ezekben az ételekben, miért jó például vadlazac hús tenni, mi az a polenta, illetve a kóbisztely fogyasztása milyen előnyökkel jár. A kínálat elég egyedi, tehát itt azon kívül, hogy azért van mondjuk burgonyafűzelék, amit ki fogok próbálni, hogy milyen, azért különleges dolgokat elhetünk alapvetően, de erről majd a séf egy kicsit bővebben is fog beszélni. Kókusztejes halleves, cimmerkorbászleves, illetve vadlazacos és spagetti is szerepel a heti ajánlatban. Rendelünk egyet és benézünk a konyhába. Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Bisztronómia rész és a fakultáció, ezt megpróbáltuk összevonni. És itt az a lényeg, hogy megpróbáljunk egy információs hátteret nyújtani az egész táplálkozáshoz, az ételekhez. Olyan információkat, amiket amúgy maximum utánaolvasással vagy interneten kaphatnak meg az emberek. Heti ajánlatú struktúrájú étlappal dolgozunk, ami annyit akar, hogy minden héten újabb és újabb ételeket készítünk. Ez 3 részre van osztva, első fogás, második fogás és harmadik fogás. Mindezekből pedig első fogásból általában 4-5 félét készítünk, második fogásból egy 5-6 félét és 3 féle desszerttel várjuk a vendégeket minden héten. A heti ajánlatok a különlegessége és fontosság az, hogy mindig szezonális alapanyagokat használni. Kicsit rávezetjük a vendégeket arra, hogy változatosan étkezzenek, és próbálunk abba az irányba mutatni, ami még egy fontos része ennek a heti ajánlatnak, hogy 3 fogást is érdemes, sőt ajánlat meg elfogyasztani egy ebéd során. Tehát ne az legyen, ami a megszokott, hogy egy hamburger megeszem, jól lakok, kész, hanem az, hogy ízekben is, érzékekben is sokkal dúsabb és gazdagabb étkezés történjen egy ebéd során. Megpróbálunk leginkább kistermelői árukat használni, amit tudunk, azt piacon szerzünk be. Mondhatni bio gazdálkodásokról is dolgozunk, és még szintén hangsúlyt tettünk arra, hogy magyar árukat használjunk. Hozzátartozik ez az egész történethez, hogy mindezt szerintem kimondhatom, hogy gyors éttermi áron, vagy az a versenyképes áron prezentáljuk. Tehát a 3 fogás most jelenleg 1490, illetve a D20-os, vagy az U26 ár az 1190 forint, amiért ezt a 3 fogást elfogyasztatja, illetve minden vendéggel egy ilyen amuse-bouche, azaz beköszönő falattal lepünk meg az elején, ami mindig egy aktuális napi úgy szakmai verkekből úgy hívják, hogy a konyha készfogása.
doctrine and theology. We do not pretend that we have solved needs. We know that we sometimes upset one another by things we do and say. Elmondtam, hogy rendkívül sok pénzt és energiát fektettek a konyha felépítésébe. Jelenleg a mai technológiának a szinte a legjobb gépezeteivel felszerelt konyhába helyezkedünk el most is, ami azt jelenti, hogy van egy tökéletesen működő és nagyon sok minden elfelszerelt kombisütőnk, van pakocsetünk, termomixerünk, ez most lehet, hogy hirtelen nem mond sokat, de ezek a technológiák mind arra adnak lehetőséget, hogy a lehető legtöbb tápanyagtartalommal megmaradjon az étel, amit elkészítünk a vendégeknek. És ilyen például a sous-vide technológia is, ami tulajdonképpen annyit takar, hogy egy vákum alatt, történik a hőkezelés egy zacskóba, és ezt lehet zöldségeknél és soknál egyaránt alkalmazni. Itt azért hozzátérem tényleg, hogy az aroma ízanyagoknak több mint 90%-a megmarad az ételekben, ami első kóstolásnál már a laikusoknak is feltűnik, hogy sokkal ízletesebb, sokkal gazdagabb ízvilággal találkoznak.